Kedves nézők, ahogy a műsor elején mondtam, lehetsz te is filmcsillag, azaz nincs messze Hollywood. Ennek jegyében immár 8. alkalommal jótékonysági gálaestet rendezett a Mozdulj Közhasznú Egyesület a Dunapalotában, azért, hogy ismét együtt lehessen mozdulni egy jó ügyért, amikor is egy speciális igényeket kielégítő, fogyatékkal élő gyerekek játszóterének felújításáról van szó. A gálán forgatott a 6-os csatorna stábja is, Szalai Zsolt szerkesztőriporter, valamint Horváth Gábor operatőr, az ügyért kiállt Gerstenben Zsuzsi is, aki az összeállítást készítette. Már 8. alkalommal szervezett jótékonysági gálaestet a Mozdulj Közhasznú Egyesület annak érdekében, hogy együtt lehessen egy jó ügyet szolgálni. Ezúttal a fogyatékkal élő általános iskolások álmát kívánták megvalósítani azzal, hogy iskolájuk udvarán felújíthassák az elavult, nagyjából tönkrement játszóteret. Természetesen a finom ételek és a báli hangulat mellett sok más meglepetésnek is részesei lehettek a vendégek. A fellépők bizony elkápráztatták a közönséget. A bált egy kerekesszékes táncos hölgy nyitotta meg, a meglepetés fellépő pedig Szűcs Gabi volt, és tapsolhattak többek között Fej Dóra látássérült énekesnek, Napsugár Anna jeltáncművésznek is, valamint a Roll Dance Budapest kerekes székes tánc együttesnek is. Volt egy mini divat bemutató is, ahol Juhász Szilvia ruháiról Cakó Balázs fotoművész képei köszöntek vissza. És ami a segítség, az est bevételét a Ferencvárosi Komplex Általános Iskola kapja. Az összegyűlt adomány összege 504 000 forint volt. Újra itt vagyunk a Dunapalotában, hiszen minden évben egyszer azért jövünk össze, és hívjuk ide a barátainkat, hogy egy közös ügyért mozduljanak meg. Ez a mai alkalom lehetőség arra, hogy a fogyatékkal élő gyerekeknek felújítsuk a játszóterét, hiszen azt kell tudni, hogy amikor az egyesületünk létrejött, a legelső jótékonysági esten ők voltak a kedvezményezettek, ez immáron 8 éve történt. A Ferencvárosi Komplex Általános Iskolának a tanulóiról van szó, ahol fogyatékkal élő gyerekek élnek és tanulnak, és az a játszótér, amit már 7-8 éve csináltunk, már egy kicsit megöregedett, és mint tudjuk, a gyerekek fejlesztésében nagyon-nagyon fontos a szabadidő olyan eltöltése, amikor mászókán, hintán mozoghatnak, és ezért tartottuk fontosnak azt, hogy ebben az évben ismét ezekért a gyerekekért mozduljunk. Ági, te már mondhatjuk, hogy szinte mindegyik rendezvényen, mint fellépő művész veszel részt, mint érintett természetesen. Miért fontos számodra az, hogy megmutasd a tudásodat ettéren is? Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy azáltal, hogy én ide kiállok és táncolok, a sorstársaim látják, hogy bármit elérhetnek ők is attól, hogy kerekesszékbe kényszerültek, vagy valamilyen problémájuk van, testi vagy mentális problémájuk. Az egészségeseknek pedig azért jó, hogy megmutatom magam és azt, hogy én táncolok kerekesszékkel, mert aki esetleg azt gondolná, hogy a kerekesszékesek vagy akinek valamilyen problémája van, az olyan kis szegény, vagy olyan kis visszahúzódó, hát azt látja rajtam, hogy egyáltalán nem. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. Első alkalommal vagyok magán a jótékonysági bálon, de a Mozdulj Közhasznú Egyesületem, most már jó ideje, legalább 3 éve dolgozunk együtt, meg próbálok ott lenni minden rendezvényen, ahova csak el tudok menni, és kétszer biztosan tudom, hogy két óriási élményben volt részem, egyszer egy kerekesszékes énekesnővel, egyszer pedig egy, hát szintén mozgássérült énekesnővel tudtam duettezni, ami nekem óriási élmény volt. Az a helyzet, hogy valahogy úgy érzem, hogy
nekem az nagyon fontos, hogy úgy tudok segíteni, ha ez segítség, hogy kollégákkal együtt a közös munka örömét együtt átélve, én ezt láttam rajtuk is, és úgy adni a közönségnek valami jót. Én ezzel tudok hozzájárulni, remélem, hogy tényleg hozzá tudok járulni azzal, hogy az alapítvány minél több emberhez eljusson, és az ő feladatuk. Sebesség, ami számít, és én mindig arra vártam, hogy az első kanyar végén már első legyek a sorban. Nem érdekel a módszer, és hogy hányan hisznek bennem, mikor zöldre vált a lámpa, tudom, mit kell tennem, mert együtt érez velem az egész világ. Már sokatszor lépek föl a Mozdulj Egyesületnek a rendezvényein, már vettem részt integrált divat bemutatón, több duettet is énekeltem, és egy duettet azt most Fej Dórival is elénekeltem, illetve már többetször léptem föl Táros Marian kedves párjával, Helyes Zoltánnal, úgyhogy ez is egy új vonal az én fellépéseimnek, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is megtörténik. Miért fontos számodra a jótékonyság? Jótékonyság az egész egyszerűen azért fontos, mert én magam is jobbá válok tőle. Azáltal, hogy megismerem ezeket az embereket, akik alkalmas, én teljesen más problémával küzdenek, mint jó magam. Tulajdonképpen saját magamról tanulok meg nagyon sok mindent, és én hiszem azt, hogy ha ismerik az ő problémáinkat, akkor talán a miénket egyrészt nem is érezzük már annyira súlyosnak, másrésztről pedig hát azzal, hogy itt vagyok, talán tudok egy picit segíteni. Mai Mozdulj Gálán egy időutazás volt, ruhák és képek együtt. Miből jött ez az ötlet? 2017 novemberében Budapest Fashion Week-re lehetőséget kaptam egy kollekcióval bemutatkozni, ahova ezeket a tájképekből készült ruhákat vittem. Az ötlet az egy tolnai fotós képeiből indult, amikor megláttam az ő tájképeit, ahogy lapozgattam végig a képeket, akkor rögtön a fejembe ötlöttek a ruhák, hogy melyik képből milyen ruhát lehetne csinálni, és hát hála Istennek a Fashion Week-on nagyon nagy sikert arattak ezek a ruhák. Nagyon innovatív volt a megközelítés az alkalmi ruháknak a tájképek által. Miért fontos számodra, hogy jótékonysági rendezvényeken részt vegyél? Elsősorban a gyerekeim miatt szeretnék nekik jó példát mutatni azzal, hogy nyitottak legyenek, elfogadóbbak legyenek, illetve számomra is egy nagyon kellemes érzés az, hogy segíthetek másoknak, segíthetek abban, hogy akik részt vesznek ezen a divat bemutatón, igazi nőnek érezzék magukat, és különleges egyedi ruhákat vessenek fel. Rákati művésznő első alkalommal vállalta el a Mozdulj Közhasznos Egyesület rendezvényén a fővédnöki teendőket. Mit is jelent ez a fővédnökség, és miért fontos számodra a jótékonyság? Hát én úgy gondolom, hogy mindenkinek, akinek van, annak kötelessége adni. És mivel én is egy kicsit ilyen handicapesnek érzem az indulásomat az életemben, hiszen gyakorlatilag a dédszüleim neveltek föl, és úgy indultam el az életem útján, hogy se lakást nem tettek alám, se kocsit, se semmit, és szépen lassan lépésről lépésre, becsülettel dolgozva mentem az úton, és mindig segítettem, akinek csak tudtam. És ezért úgy gondolom, hogy az én életem bizonyos értelemben így példaértékű, hogy a semmiből is lehet, igen, el lehet jutni, hogyha akarunk valahová. A fogyatékosok pedig sokkal kiszolgáltatottabbak, mint mi, így aztán fokozottan kell segítenünk és figyelni rájuk. Sok-sok év óta végzek karitatív munkát, már itt a Mozdulyban is többször támogattam, segítettem fellépéssel őket, és most ez a megtiszteltetés ért, hogy én legyek az, aki a személyiségemmel ezt az eseményt itt védem.
nagyon örültem, amikor megkeresett Tálas Marianna és Mónika azzal, hogy vezessem ezt a mai estét. Nem először működök közre a Mozdulj Egyesület rendezvényein, egy 2014-es divatbemutatón már modellként segítettem nekik. Számomra a kerekesszékesek, ugye főleg, hogyha gyerekekről van szó, kiemelten fontos, és azt gondolom, hogy a társadalom, az egész társadalmunk nem törődik eléggé azokkal az emberekkel, akik korlátozottak a mozgásokban, vagy akik bármilyen más hátrányban vannak a többséggel, az egészségesekkel szemben. És én minden fórumon és minden erőmmel azon vagyok, hogy az emberek szemét felnyissuk, és segítsünk azoknak, akiknek csak tudunk, és amennyire erőnk és energiánk és lendületünk ezt engedi. És mindenki tud tenni valamit, akár pénzzel, akár jelenléttel, akár csak azzal, hogy más fórumokon a saját eszközeivel felhívja erre a figyelmet. Tulajdonképpen elmondhatom, hogy én most már leltárban vagyok a Mozdulj alapítványnál, hiszen hogyha akármilyen megmozdulásuk van, legyen az tandem túra, legyen az jótékonysági est, vagy irodalmi jótékonysági est, vagy bármilyen hasonló, akkor tudják, hogy rám mindig számíthatnak. Én mindig nagy örömmel jövök el erre a rendezvényre. És ugyanazokat elmondhatnám, amit itt mellettem Orsi az előbb elmondott. Nem is igazán tudok újat mondani. Ha mozdulj, azt mondja, hogy mozdulj, akkor én mozdulok, és itt vagyok. Hatalmas megtiszteltetés számomra ez a díj, viszont úgy gondolom, hogy 26 évesen nagyon fiatal vagyok, hogy egy ennyire nívós díjat megérdemeljek, mégis amikor megtudtam, hogy erre nevezve lettem, és utána még meg is szavaztak az ismerősök, barátok, hozzátartozók, az egy hatalmas büszkeség volt számomra. Úgy érzem, hogy egy város áll mögöttem, mindenképp ki kell emelnem Székesfehérvárt, hiszen az egész város megmozdult és szavazott azért, hogy én díjazott és nyertes lehessek ebben a díjban, illetve a csapatomat, az Ability Fashion amatőr modelleket is ki kell emelnem, hiszen ők is mellettem álltak, mint hölgytársuk mellett, és azt is szeretném elmondani, hogy a Mozdulj Közhasznú Egyesületnek pedig a két vezetője is lehetett volna a Hétköznapi Hősök díj nevezetje, hiszen ők is nagyon megérdemelnék, és maga az egyesület is, úgyhogy nagyon büszke vagyok, és nagyon nagy öröm számomra. Önök már második alkalommal kedvezményezettek itt a Mozdulj gálán. 8 évvel ezelőtt, amikor elindult, akkor önök voltak az elsők, és most másodjára is. Miért volt erre szükség? A Ferencvárosi Komplex Orvosi Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Ferencvárosban, Budapest 9. kerületében működik. Komplex intézmény, óvoda, általános iskola és utazótanári szolgálattal rendelkezünk, és nálunk vannak egyenfokban értelmileg sérült tanulók, illetve autista gyerekek is. Hát nagyon fontos az, hogy az udvaron, mikor kijönnek a gyerekek levegőzni, akkor tudjanak játszani. Sajnos a 8 évvel ezelőtti játszótér és más szóval rész az idő vasfoga bizony már tönkretette, és ezt szeretnénk felújítani most. Mit szóltak, amikor megtudták, hogy ismét önök a kedvezményezettek? Hát rendkívül örültünk neki, és hát reméljük, hogy sikerül az intézménynek a játszóterét újra felújítani. És ezúttal is köszönjük a Mozdulj Közhasznú Egyesületnek az intézmény támogatását.